Diótörő a hatjuk tava. Talán már sokan sejtik, hogy a következő fél óra a baletről szól. Nemzetközi balettversenynek ad ugyanis otthont hazánk. Már lehet jelentkezni a Hungarian Ballet Grand Prix-re, vagyis a Magyar balett Nagy Díjra, amely Veszprémben lesz. Köszöntöm vendégeimet a stúdióban. Steiner is ki, Anna Mária van velünk, aki a Magyar Állami Operaház Balettnő vendékeiért alapítvány kuratórium elnöke. Jó napot kívánok! Szervusz, Anna Mária! Ismerjük egymást! Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. És szeretettel üdvözlöm Solymosi Tamást, aki a Magyar Nemzeti Balett és Magyar Nemzeti Balettintézet igazgatója, Magyarország kiváló művésze, harangozó gyuladíjas, balettmester, koreográfus. Jó napot kívánok, igazgató úr! Jó napot kívánok én is mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. A balett világáról is fogunk beszélgetni hamarosan, de ezelőtt beszéljünk a balett versenyről, amelyet megrendeznek. Hangérien Ballet Grand Prix ez a neve, tulajdonképpen magyarra fordítva ez a Magyar Balett nagydíja takarja. Anna jól tudom, hogy ez a te ötleted? Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Ez egy nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy beszélhetünk erről a versenyről a Picit pontosítanék, direktor ötlete, ami újra, amit mi újra zenésítettünk és újra koreografáltunk. Tulajdonképpen direktor tíz évvel ezelőtt teremtette meg a lehetőséget arra, hogy ezt a versenyt megszervezzük Magyarországon. A pályázatában már beszélt erről, és mi ezt csomagoltuk újra, és a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa támogatásával fogjuk ezt Veszprémben megszervezni idén nyáron 2023. június 26-30-ig. Ezek szerint az intézet és az utánpótlás, tehát a balend, balett növendékekért működő alapítvány szorosan együttműködik évek óta? Abszolút. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan szervezet, egy olyan segítő csapat egy iskola mögött, ami biztosítani tudja a működésnek az ökkenőmentességét. Hiszen a mestereknek, illetve az ott dolgozóknak az a legnagyobb feladata, hogy a gyerekeknek megtanítsák ezeket a lépéseket, megtanítsák, hogy hogy kell a klasszikus balettet profi szinten művelni. És van egy másik csapat, ami meg azt Segíti, hogy az iskola jól működjön. Én azt gondolom, hogy Anna Mari, mint a kuratórium, illetve az alapítvány elnöke, megtesz mindent annak érdekében, hogy azokat a víziókat, amiket esetleg kitalálok, vagy látom, hogy ami szükséges, hogy ez az iskola még jobban működjön, megtesz mindent, hogy, a, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Hát úgy gondolom, hogy megerősít abban, hogy egy művészetnek a jelene és az utánpótlása múlik. Így van. Ezért is indítottuk el annak idején a, a Nemzeti Balett Intézetet, hiszen szeretnénk azt, hogy minél több magyar balettművész tudjon csatlakozni a magyar, magyar nemzeti balethez, hiszen a, a, a trend, vagy éppen a, a, a mostani tendenciák azt mutatják, hogy egyre kevesebben jelentkeznek balettozni, és ha kevesebben jelentkeznek, akkor valószínűleg kevesebben is fognak végezni, és a, a, a nemzeti balett ez meg mindenképpen nagyon szeretném azokat a magyar balettművészeket szerződtetni, akikre majd ö, nagyon ö, ö, nagy feladat vár, illetve híres balettművészekké válhatnak. Igazgató úr talán megerősít abban, hogy ez egy csodálatos, de kemény világ, és Anna Marihoz szól a kérdésem, hogy hogyan lehet motiválni a gyermekeket, a fiatalokat, hogy mégis csatlakozzanak, mi mindent kapnak a balettől? A mai világban a gyerekek? Tulajdonképpen én hat éve hordom a gyermekeimet a Magyar Nemzeti Balettintézetbe. Lányom és a fiam is balettnövendékek már. Nagyon sok szülőtől kíván ez áldozatot, tehát én a balett szülőket is meg tudom talán itt szólaltatni, vagy hangot tudok nekik adni. Tulajdonképpen a balett az egy életforma. Tehát ez egy tíz éves kor körül kiderül, hogy mennyire fanatikus egy gyermek, és hogy mekkora akaraterő és szakmai alázat van benne ahhoz, hogy ezt a fantasztikus, de nagyon kemény hivatást, én inkább hivatásnak és talán szenvedély, szenvedélyként gondolnék a balettre, tehát egy életforma, egy szenvedély, és ez tulajdonképpen az egész család számára egy, egy nagyon kimunkált, nehéz, a lázatos út, és hát azt hiszem, hogy a gyermekeink egyébként a legjobb helyen vannak ebben a nagyon sok veszélyt rejtegető világban. Johanna és Ágoston szenvedélyesen szeretik a balettet? Igen, Johanna lányomnál egyébként ezt most kezdtük el az utóbbi egy évben, tehát amióta a vágy villamosában szerepet kapott, azóta kimondottan elkezdte bontogatni a szárnyait. Uh -huh. Ágoston pedig ugye szintén három éve jár már, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiúk is lehetőséget kapjanak ugye, megcsillogtatni tehetségüket a balettművészet terén, hiszen ugye egykoron Magyarország a fiú legény balettművészek terén is kiemelkedőt alkotott, lást például a solymosi fívéreket. <laughs> Igazgató úr, érdemes ezt hobbiként űzni? Vagy is, ki Anna Mária jól fogalmazott, ez csak szenvedélye, csak elhivatottsággal lehet? Azt gondolom, hogy azt kell mérlegelni, hogy mi a cél. Uh -huh. Hogyha profi szinten szeretnénk ezt művelni, ezt a gyönyörű szakmát, akkor nem lehet kicsit csinálni. Tehát akkor már tíz évesen, vagy talán még hamarabb már el kell dönteni, és annak megfelelően a mesterek foglalkoznak a, a gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy a balettművészet nagyon sok mindent ad amellett, hogy gyönyörű dolog a színpadon lenni, és hallgatni a tapsot az előadás után, illetve a nézőket elkápráztatni gyönyörű ugrásokkal, gyönyörű szerepekkel. Én azt hiszem, hogy az a fajta diszciplina, az a fajta fegyelem, és az az életforma, amit kapunk a balettől, az elkísér minket akár profi balettművészek leszünk, vagy akár csak néhány évig balettozunk egy iskolába, de megtanuljuk azt a fajta fegyelmet, és azt a fajta koncentrációt, amit nagyon sok téren tudunk alkalmazni. És akkor beszéljünk egy kicsit a magyar baletről, Ugye a 20. században nyilván orosz hatásra itt is elindult a balett világa. Harangozó Gyula díjat nem véletlenül emeltem ki, hiszen talán az ő neve ismert lehet mindenki számára, aki egy picit is ismeri a, a világát. Mégis ön hogyan helyezne el most minket nemzetközi szintéren? Ugye azért a szegedi kortárs balett gondolom, hogy világhírű, erősítsen meg ebben. Kiket emelne még ki? Igen, számos együttes van Magyarországon, ami... Nagyon jó a neve a nemzetközi piacon, vagy a nemzetközi téren, szférába. De én nem keverném össze az együtteseket, hiszen mindenkinek kicsit más a profilja, vagy éppen nagyon más a profilja. A Magyar Nemzeti balett az egyedüli klasszikus balett együttes Magyarországon, és én azt látom, azt tapasztalom, hiszen nemrég tértem vissza Berlinből, ahol egy nagyon nívós balettversenyt zsűriztem, ahol olyan kollégákkal ültem a zsűribe, akikkel esetleg együtt táncolt vagy egy együttesbe dolgoztam, és nagyon-nagyon elismerően nyilatkoztak a Magyar Nemzeti Balettről. Egyébként ez nagyon meg is lepett engem, hiszen rengeteg olyan információt tudtak, amit én nem gondoltam volna, hogy, ezt, hogy ennyire kicsérnek minket, ennyire fókusz alatt vagyunk. Tehát nagyon sokan aláhúzták azt, hogy most Európában a legklasszikusabb balettegyüttesek között mi vagyunk, a Magyar Nemzeti Balett, illetve még a Básó, illetve a Marinsky. A többi együttesnél eléggé szemmel láthatóan leépült a klasszikus repertoár és ezáltal egy átalakulási folyamat vette kezdetét. Mi szeretjük a tradícióinkat megtartani, mi szeretjük a klasszikus beletet nagyon, csak úgy, mint a közönség. Talán egy olyan kis zárójeles mondatot hagy mondjak, hogy például a diótörő, ami most nemrég volt a operális színpadán, 35 alkalommal játszottuk teljes teltházzal. Tehát hál' Istennek, hogy nagyon jön a közönség, nagyon figyeli, hogy mi, mi, mi mit csinálunk, és ez megerősít bennünket abban, hogy talán ez az irány az, amit követni kell. Azért az bennem felmerült, hogy valószínűleg önöknek van a legnehezebb dolga, akik nem idomulnak a világ elvárásaihoz, nem tesznek bele modern elemeket, nem I vetköznek a színpadon, ala, i i például. Igen, mi ezt a mainstreames es dolgot mm. eléggé furcsán kezeljük, látjuk, hogy miket csinálnak, meg szeretnek. Természetesen mi is válogatunk olyan modern számokat, amik nagyon-nagyon jók, és nagyon-nagyon szereti a közönség, de a zászlós hajónálunk feltétlenül a klasszikus balettekre fókuszálódik, illetve a gyerekekre, illetve az utánpótlásra, ezért is alapítottuk az iskolát, hogy meglegyen ez a fajta hátsó támogatás, hogy a jövőben ne kelljen külföldi táncosokat szerződtetni, hanem a magyar táncosokkal tudjuk pótolni a hiányzó helyeket. Anna-Mari, a nagy díj a modern vonalat? Abszolút. Tehát nagyon fontos kiemelni, hogy ahogy direktor is mondta, tehát a klasszikus baletten kívül van egy modern, egy kortárs balett vonulat is. Itt egyébként már utaltam a Vágy Villamosára, ami Dés László kiváló zenére valósult meg Venekei Marianna koreográfiájában tavaly. Tehát ott szerintem az már egy picit vegyíti a klasszikust a modern vonulattal, hmm. és ez is egy fantasztikus dolog, hogy az Operaház színpadán, illetve az Eiffel Műhelyházban valósulhatott meg. A, visszatérve a Hungarian Belé Grand prix nagyon fontos, hogy klasszikus és modern, profi és amatőr kategóriában lehet ugye regisztrálni a 7-től 18, 18 éves növendékeknek, és ezen kívül pedig vannak különféle korosztályok. A prekompetitív korosztályban már 7-től 9 éves korig várjuk a jelentkezőket. Ez a kategória mit jelent? Hát tulajdonképpen ők a legkisebbek. Uh -huh. Tehát ők ők még a Tehát ilyen versenyzés most előtti, ugye? Próbáltam hogy angolból így tükörfordításra van. lefordítani, hogy vajon milyen kontextusban kell ezt érteni, de akkor ilyenben, hogy még nem versenyeztek tulajdonképpen. Valószínűleg még nem versenyeztek. Tehát tulajdonképpen itt a balettintézetben négy uh -huh. éves kortól várják már a felvételizőket. Uh -huh. Nagyon fontos, hogy ez egy előkészítő képzés, egészen olyan 8 éves korig, és 8 éves kortól válik igazán a intézeti munka. És visszatérve a kategóriákhoz, nagyon fontos kiemelni, hogy 12 éves korig szabadon választott koreográfiával jelentkezhetnek ugye a balettnövendékek. növendékek. 12 éves kortól, 18 éves korig pedig egy megadott listából uh -huh. kell kiválasztani ugye ezt a versenyszámot. A versenyszámot, tehát a zenét, vagy megadjátok a, a koreográfiát és a variációt. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen a, itt az almát hasonlítják össze az almával. Igen, sokszor van, hogy a zsűribe ülünk, és ugyanazt a variációt mm. megnézzük ötször-hatszor egymás után. Ez ad egy nagyon jó lehetőséget a zsűrinek, hogy tényleg felmérje a versenyzőnek a tudását, a művészi vénáját, hogy ő mit tud még extrába beletenni ebbe a koreográfiába. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amiben mindenki aranyérmes. Hiszen aki már elindul egy versenyen, az már rengeteg munkát belefektetett, hogy fölkészüljön, ezáltal fejlődött. A, a, maga a verseny az már a, a, a tényleg a, a torta a, a, vacsora végén, amikor színpadra mehetünk, és bemutathatjuk egy zsűri előtt, hogy hogy is tudunk táncolni. Én nagyon-nagyon szeretem látni a fiatalokat már abban az időszakban, amikor felkészülnek, és látom azt az elszántságot, azt a fajta tényleg 120 os koncentrációt, amit nap mint nap belefektetnek ebbe a munkába. Azért mégis próbáljunk különbséget tenni. A pedagógus el tudja dönt hogy egy ilyen versenyen, egy hasonló versenyben a diákja, eh, amatőr vagy profi kategóriában induljon-e? Biztos vagyok benne, természetesen de. igen. Mindenkin van egy, szerintem egy olyan fajta szánglász, egy olyan fajta szemüveg, amivel próbálja a növendékét még jobbnak látni, de. de természetesen a színpad nem tud hazudni. Amikor az ember kimegy a színpadra, ott egyedül van, ott be kell mutatni azt, amit képes és meg tud csinálni, és a, a többi mester meg ezt látja. Természetesen mindenkinek drukkolunk, tehát mindenkinből megpróbáljuk a legjobbat meg Látni, és így támogatni a fiatalságot, hogy nagyszerű balettművész váljon belőle. És akkor szóló produkciókról van szó, ugye? szóló, padödő és csoportos. Uh -huh. Tehát nagyon minden, lényeges, kategória van. minden kategória Minden kategória van, várjuk. Is. Igen, és nagyon fontos kiemelni még, hogy nem csak magyar viszonylatban, illetve régiós viszonylatban számítunk a versenyzőkre, hanem kimondottan nemzetközi vetületben gondolkodva, szeretnénk idehozni Veszprém Európa Kultúra és fővárosa program keretein belül minél több európai elismert, és kevésbé elismert profi és amatőr balettiskola versenyzőit. Igazgató úr, itt ugye a testvérét is említett Úgyhogy tulajdonképpen nem biztos, hogy jó, hogy felteszem ezt a kérdést, de szerintem érteni fogja, a balettozás az egy magányos szakma? Nem gondolnám, hogy magányos. Vannak olyan részei ennek a szakmának, amit saját magunknak kell megoldani. De ez nem magányos, hiszen amikor bemegyünk a baletterembe, jó esélyel a teremben van egy balettmester, egy külső szem, aki segíti a munkánkat. É, nem gondolom, hogy a színpadon egyedül lennénk, még ha szólót is táncolunk, hiszen van egy közönség előttünk, hiszen van egy olyan fajta stáb mindig a, a balettművészek körül, aki segíti a munkáját. É, igen, a feladatot egyedül kell végrehajtani, de talán ez is ebben a, a, a legszebb, hogy, hogy amit mi el tudunk érni, azt megpróbáljuk ö, túlszárnyalni minden nap. Jól érzem, hogy ennek a versenynek van egy olyan feladata is, nem csak megmutatni a tehetségeket, hanem kicsit közelebb hozni a társadalomhoz ezt a világot, népszerűsíteni a balettozást. Ugye azért pedzegettük itt a témát, egyikünk sem mondta még ki, mert hát azért valljuk be, e, utánpótlásra is hajtanak, tehát utánpótlást is keresnek, tehát van hova fejlődni a mai világban. Én gondolom, hogy az elmúlt évek pandémiája csak rontott az amúgy is romló helyzeten, ugye? Minden egy picit megváltozott az elmúlt 10, 20 vagy 30 évet, ha nézek, mm. akkor a világ tényleg fénysebességgel halad előre, és ez nem mindig kedvez az olyan csúcs sportágaknak, vagy csúcs munkáknak, mint például, hogy balettáncos legyen valaki, 30 évvel ezelőtt ez egy kitörési lehetőség volt, nagyon sokat lehetett vele utazni, nagyon sok helyre el lehetett jutni. Ez a mai 2023-as évben már ez nem akkora nagy újság. Egy fiatal ö, gyereknek az, hogy elutazzon a tengerpartra, vagy éppen Európa más ö, desztinációja eljusson, sokszor természetes. Ez 30 évvel ezelőtt nem így volt. Én azt gondolom, hogy meg kell találni a 2023-as kulcsot, hogy hogy lehet ezeket a szülőket, és ezeket a gyerekeket megtalálni, és hogy lehet ö, ö, abba az irányba terelni őket, abba azt az, azt az irányt megmutatni nekik, hogy ez micsoda gyönyörű, és micsoda fantasztikus, dolog, hogy valaki balettáncos lehessen. anna Maria, akkor ezek szerint vannak még olyan szülőkre rajtunk kívül is, akik keresik a fegyelmet a gyereknek, keresik a rendet, keresik azt, hogy kötelességei legyenek. Igen, tulajdonképpen 140 növendék szülei tartoznak a mi közösségünkhöz. Ugye három évig szülői képviselő is voltam, amikor még elkezdtük a balettet. Ezek a feladatok mindig megtaláltak, így itt is megtalált ez a fajta érdekérvényesítés. Én azt látom, hogy egyébként a szülők nagyon lelkesek, és ez kell ahhoz, hogy ezek a gyerekek ugye megkapják azt a figyelmet, ami szükségeltetik a balettművészi pályához. Nálatok ez Tehát. hogy jött? Mindenki ezt kérdezi, és én is ezt a kérdést szoktam feltenni magamnak, hiszen én nem ebből a szférából jövök, és teljesen mással foglalkoztam, és más sportot üztem ami a foci volt, illetve az úszás. Pedig az alkatotból gondolhattuk volna, hogy, hogy, hogy balettos vagy, úgyhogy Köszönöm nekem is ez egy volt. Ez megtisztelő. Egyébként Erdélyben, ahonnan származom, ott egy évig, hat éves koromban jártam. Hát akkor még csak volt hát, valami alap. Ezért hogy azért valamilyen alap volt, de nem innen, nem innen gyökerezik tulajdonképpen ez a, ez a rajongás, hanem a férjemtől jön, hiszen ő opera rajongó gyerekkora óta de leginkább gimnazista kora óta. És akkor az operában jártunkban, keltünkben, észrevettük, hogy ugye 2017-től toboroznak a balettintézetben növendékeket, és így kerültünk be tulajdonképpen mi is. És ott ragadtatok. És ott ragadtunk, és nagyon szeretjük. Tulajdonképpen is sokszor egyébként az operaházból dolgozom. Tehát ez lett tényleg a második otthonom. Amikor eljövök a minisztériumból, akkor délután beülök az operaházba, és adott esetben egy sötét páholyban írom meg az e-maileimet, és nagyon szeretek ott lenni. És a fővárosi intézet mellett működnek intézetek vidéken? Mindenképpen jó felmérni azt, hogy hol van profi képzés Magyarországon. Én abban hiszek, hogy minél több helyen van profi képzés, annál több profi balettáncos fog végezni, és annál nagyobb lesz a választék, és annál magasabb lesz a minőség. Tehát én nagyon támogatom azt, hogy azok a mesterek, akiknek megvan az a tudása, hogy profi balettáncost tudjon nevelni, igen, meg kell találni őket, és feltétlenül hadra fogni. És akkor a művelés után beszéljünk egy kicsit a fogyasztásról. Az nagyon jó hír, hogy azt mondta, hogy a 35 előadás, tehát házas volt a diótörővel kapcsolatban karácsony környékén, de mégis azért én azt gondolom, hogy a diótörőn kívül is vannak nagyszerű produkciók, amelyek talán kevésbé látogatottak. kell -e motiválni a nézőket, a fogyasztókat? Én azt gondolom, hogy mindig jó egy motiváció, tehát nekünk a, a, a motor szerepét kell betölteni, és mi nem ülhetünk hátratett, és, hátratett kézzel, és a lábunkat nem lóbálhatjunk. Hál' Istennek, hogy a, a, magyar közönség, illetve az a közönség, aki külföldről Magyarországra látogat, nagy szeretettel néz opera és balett előadásokat. Tehát az operaház működése olybá tűnik, hogy a Covid után maximális tempóra vissza állni. Természetesen a balettnak van egy olyan fajta húzó ereje, ha csak a hattyukta, vagy csipke rózsik, a diótörő neveket kimondom, hogy gyerekkorunk óta ezt jól ismerjük. De feltétlenül Föl kell olyan darabokat is sorakoztatni, mint például az Anyagén, vagy éppen Seregi László fantasztikus balettjei, a Makrancos Hölgy, vagy éppen a Rómeus Júlia, a Spartakus. Tehát nagyon hosszú az a repertoár, amit el tudnék mondani, ami nem csak érdekes, hanem gyönyörű is, és én azt gondolom, hogy egyszer nem tudja a fényét elveszteni. Ezáltal látom a közönség soraiban nagyon sokszor hasonló arcokat, akik már több éve követnek minket és drukkolnak nekünk de természetesen nagyon sok külföld és nagyon sok olyan ember van, aki először lát minket, és utána én azt gondolom, hogy jön és nézni fogja a következő eladásainkat és is. Hát szerintem az utánpótlást úgy is lehet motiválni, hogy gyönyörű darabokat mutatunk meg nekik. Feltétlenül. Anna -Mari, ti jártok? Balettet nézni, nem csak művelni? Természetesen, én a Diótörőt idén 12-szer láttam ami hát ugye egy elég nagy szám, szerintem a gyerekeim 22 diótörőben szerepeltek, uh -huh. tehát a 30 Minden előadásomat Akkor ezek várják a számolom szinte gyorsan. Szinte mindegyiken, nagyon szeret, tehát a balett többsége egyébként leadja a gyereket ugye a művészbejáron el, és utána előre megy, vesz egy jegyet, és beül a páhajba. Uh -huh. Tehát um, ez egy nagyon szép napirend, így karácsony környékén, évek óta nem utazunk sehova karácsonykor, mi minden nap itt vagyunk, és örömmel megyünk az operaházba ki szerettem volna emelni egy pár olyan előadást itt a felvetéset kapcsán, ami fontos lehet, és mindenkit egyébként várunk, főleg azokat a gyerekeket, akik ambicionálják, és a szülők is segítik őket abban, hogy a Balettintézet növendékei legyenek. Így a kis csipke, a Kis Hattyúk Tava, most ugye a Nagy Hattyúk Tava, amiben szintén direktor úr lehetővé tette a gyermekek részvételét, illetve hát a Hunyadi, a Hunyadiban is szerepelnek a balettnövelékek. És ezek az előadások hol vannak általában? Az Ejfebűhelyházban uh -huh. és az Operaház színpadán. Tehát ez a balettintézet egyik legnagyobb, hogy is mondjam, előnye, vagy egy fantasztikus lehetőség az, hogy ilyen komoly színpadi jelenlétet biztosítanak a növendékeknek, és nagyon várjuk egyébként a fiúkat ezt mindig és mindenhol megpróbálom megfelelően nyomatékosítani, hogy le kell tudni dolgozni azokat a sztereotípiákat, amik a férfi balettművészeket körülölelik vagy körbeveszik. Igazgató változott sport. a világ ez ügyben, vagy ahogy mondtam, igen, mindig változik a világ, és ezekre a változásokra nagyon nyitottnak kell lenni, vagy felkészültnek kell lenni, mert akkor az adott esetben a nehézségeket is sokkal könnyebben át tudjuk hidalni. Ahogy Anna Mari is mondta, ezért is készítettünk koreográfiákat, illetve előadásokat gyerekek számára, A Kis tova. Egy tényleg egy nagyon érdekes program, amiben a gyerekek nem csak a táncot látják, hanem van egy mesélő, aki elmeséli az egész történeten. Nagyon sokan jelentkeztek. A, a kis hatjuk tava után, hogy ők is szeretnének balettozni. Természetesen ez is volt a célunk, meg az is, hogy beavassuk a gyerekeket ezekbe a mesékbe, a balett, illetve a színház világába. Akkor én úgy látom, hogy itt nem csak adhok szerveznek egy versenyt, hanem itt egy átgondolt koncepció van, amely Természetesen. természetesen arra ez épül, hogy programok vannak, de közben pedig el kell érni a társadalmat, el kell érni az utánpótlást. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és akkor utoljára szedjük össze a legfontosabb információkat, tehát Veszprémben lesz a Hungarian Ballé Grand Prix, vagyis a Ballet Nagydíj, amelyre már lehet regisztrálni. Én felteszem, ha ezt a hosszú és elég bonyolult kifejezést beírják a Google-be, akkor megtalálják, de lehet, hogy elég annyi is, hogy Veszprém 2023 balett nagy díj, ugye? És akkor ott lesznek a... Minden információt napra készen, illetve a Facebook oldalunkon is meg lehet találni, és még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, és köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy ez egy balettverseny balatoni élményekbe csomagolva, hiszen ugye Veszprém, mint kultúra és főváros és Almádi együttműködésében jön létre ez a verseny, is köszönjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Sajmosi Tamástól búcsúzom, aki a Magyar Nemzeti Balett és Magyar Nemzeti Balett Intézet igazgatója Magyarország kiváló művésze, és velünk volt Steiner is ki, Anna Mária is, aki a Magyar Állami Operaház Balett növendékéért alapítvány kuratórium elnöke. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, és beszéljünk még a témáról a nyári verseny előtt. Köszönjük szépen. Köszönjük, így. hogy itt láttunk.